Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. November 9-e van, a tivadarok ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. Átadták a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ új szárnyát. Igazgatói kinevezésekről, pénzügyi tervekről, valamint iskolaszéki tagcserékről döntött a Magyar Nemzeti Tanács 35. rendesülésén. Állami kitüntetéseket adott át Alekszandar Vucic szerb elnök két koszovszka-mitrovicai szerb rendőrségi vezetőnek. Napokig, de akár hetekig is eltarthat, míg közlik a félidős amerikai választások végleges eredményét. Átadták a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ új szárnyát Szabadkán. A bővítésére az intézmény által nyújtott tartalmak és képzések megnövekedett száma miatt volt szükség. A VM4K-t a Szekeres László Alapítvány működteti a magyar kormány támogatásával. A szabadkai Donát Mórház évekig elhagyatottan állt, majd 2017-ben a magyar kormány támogatásának köszönhetően felújították, és itt kapott helyet a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ. A VM4K klubhelyiségében egyebek mellett előadásokat és rendezvényeket tartanak, az emeleti tantermekben pedig képzések zajlanak azoknak a hallgatóknak, akik már elvégeztek valamilyen alapképzést. A népszerű programok miatt elengedhetetlen volt az épület bővítése, amely most egy kétszintes új szárnyal gazdagodott. Az intézményt a Szekeres László Alapítvány működteti. A földszinten egy 36 négyzetméteres terem kapott helyet, a padlástérben pedig egy 38 négyzetméteres terem áll a rendelkezésünkre. Ezekre a termekre nagy szükségünk van, hiszen jelenleg a Kárpát-medencei felsőoktatási tér szerves részeként három egyetem képzései zajlanak több évfolyamon, mintegy 90 fő részvételével. A megnyitón Pászor István megköszönte a magyar kormány támogatását, a VMS elnöke a VM4K-ban zajló munkáról is szólt. Az az intézményrendszer, amelyik ezeknek a falaknak a keretein belül működik, egy új színfoltja a vajdasági magyar közéletnek, politikai életnek, kulturális életnek. Azt bizonyítja, hogy nem kizárólagosak vagyunk, hanem nyitottak vagyunk. Az bizonyítja, hogy aki minket elfogad és megbecsül, azt mi is elfogadjuk és megbecsüljük. Az bizonyítja, hogy mindenki irányába nyitottsággal állunk, és hogyha ezt kapjuk vissza, akkor partnerkapcsolatot tudunk építeni a közösség építése érdekében még akkor is, hogyha nem éppen mindenben értünk egyet. A Kárpát-medence külhoni magyarsága közül a vajdaságiak tudtak a leggyorsabban és leghatékonyabban fejlődni. Ez példaértékű lehet a többi magyar közösség számára, mondta az átadón Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Nemzeti tanácsi választásokra kerül sor a hétvégén, és itt egy olyan intézménynek a felállításáról döntenek a benne résztvevő magyar szavazók, amely elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az oktatási, kulturális és egyéb intézményeink továbbra is erősek tudjanak maradni. A beszédeket követően a VM4K új épületrészét Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke avatta fel. Az új szárnyban az intézmény eddigi munkájáról készült képkiállítást tekinthették meg a résztvevők, majd a VM4K klubhelyiségében egy kötetlen beszélgetéssel folytatódott az ünnepi esemény. 35. rendesülését tartotta a Magyar Nemzeti Tanács. Igazgatói kinevezések, pénzügyi tervek véleményezése és jóváhagyása, iskolaszéki tagcserék és kulturális pályázati döntések jóváhagyása szerepeltek napirenden. A Magyar Nemzeti Tanács ülésén jóváhagyták Ökrész Rozália eddigi igazgató lemondását és Erdődi Edvina kinevezését a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Új megbízott igazgatói posztjára. Eddig a vállalat igazgató helyettesi posztját töltötte be, valamint a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke volt. Az ülésen Jung Takács Karolinát nevezték ki a Vajdasági Magyar Nyelvű Napilap taggyűlési jogokat gyakorló testülete munkavállalók által javasolt új tagjának.
A Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési jogok a gyakorló testülete 2022. október 31-i ülésén november 3-ai hatállyal elfogadta Ökrész Rozália igazgatónő lemondását, és kinevezte Erdődi Edvina újvidéki lakos mesterjogászt a Lapkiadó Kft. Megbízott igazgatójává. A Magyar Szó és Ökrész Rozália igazgatónő neve a hosszú évek során szinte egyé fort. A napilap pedig az anyanyelvű naprakész tájékoztatás egyik fontos jelképeként vált mindennapjaink meghatározó részévé. Gondi Martina, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet eddigi igazgatójának lemondása után kormányos Katona Gyöngyi magyar nyelv és irodalom szakos tanárt, kulturális mediátort nevezték ki megbízott igazgatónak. Mindkettejük munkásságát Hajnal Jenő, az MNT elnöke méltatta. Először Gondi Martinához szólt. Én azt kívánom neki, hogy továbbra is a munkahelyén, az intézetben végezze a munkáját, ahogy eddig tette, tisztelettel, becsülettel, telje örömét ebben a munkában, és erőt, egészséget kívánok neki és az egész családjának. Kormányos Katona Gyöngyit pedig az élet fintoraként, véletlenként, amikor a Turzula és Közművelési Központot hagytam ott, akkor ő került oda az én helyemre, és most úgy látszik, hogy ezek a mandátumok, megbízatások így vándorolnak tovább. Őt is jól ismerjük, hallottuk a végzettségét is, azt hiszem, hogy tisztelettel, becsülettel ezt a munkát el tudja vállalni. Az MNT 35. rendesülésén Schneider Sára Ildikó az újvidéki székhelyű Európa Kollégium idei pénzügyi tervének módosítását és a jövő évi munka és pénzügyi tervének elfogadását kérte. Az idei pénzügyi tervet 1,7 millió dinárral csökkentették, a jövő évit pedig a takarékosság jellemzi. A 2023-as évet illetőleg költségvetésileg nehéz év elé nézünk. Az összköltségvetésünket 86,4 millió dinárban határoztuk meg, ami egy csökkentett költségvetés a korábbi évekhez képest. Ebből a saját tevékenységekből eredő bevételek 10,7 millió dinár tesznek ki, és 75,3 millió dinárban határoztuk meg az anyaországi támogatásokat azzal, hogy ebben az összegben bele van foglalva a 2022-es évből tervezett átvitt összeg is. A Magyar Nemzeti Tanács ezt is elfogadta, akárcsak a 7 nap lapkiadó Kft. 2023-as munka és pénzügyi tervét, amely előlátja a példányszám növelését és a szerkesztőségben dolgozók és a külsős munkatársak számának növelését is. November 13-án vasárnap tartják Szerbiában a nemzeti tanácsi választásokat. A magyar kisebbségi önkormányzat megválasztásakor egyetlen listára, a magyar összefogásére adhatják le voksukat a választópolgárok. Templom felújítása, Szabadkai Médiaház átadása, tájékoztatási eszközeink fejlesztése, a hivatalos nyelvhasználat erősítése és az ösztöndíj programok. Egyebek mellett ezek az elmúlt 8 év kiváló eredményei, amihez erős alapok kellettek, nyilatkozta a Közügyek című műsorban Hajnal Jenő, az MNT elnöke a testület 35. rendesülése után. A Magyar Nemzeti Tanács 4 fő területe emberibbé, családbarátabbá, emberközelibbé vált. Gondoljunk csak a ringató programokra, tette hozzá. Nyugodt, tiszta lelkiismerettel adhatjuk át azokat a feladatokat, amelyek az építkezés utáni terhet hozzák magukkal, hiszen mindezt működtetni kell, meg kell őrizni, hangsúlyozta Hajnal Jenő. Arról is beszélt, hogy a következő testület is számíthat a segítségére és iránymutatására, emellett számos terve van a család és az unokák mellett, illetve a pihenés helyett. Számomra ez a 8 év se munka volt, pontosabban munka volt, de nem olyan teher, amelyet úgy éltem meg, hogy minden támadás és minden nehézség ellen, hogy ezen jó lenne túl lenni, és most ugyanezt érzem, hogy valahol ez az új lehetőség, ez az új szabadság egy újabb esélyt, lehetőséget kínál arra, hogy ameddig a Jóisten úgy akarja, hogy az ember dolgozzon, akkor élhet ezzel a lehetőségével, és hát a hindaszék helyett a pihenés helyett, a nyugdíjas évek helyett, ahogy a mások mondani szokták, nem igazán tudom elképzelni magam,
tennivaló akad, lesz is, és az ember szeret dolgozni, hogyha a közösségének úgy érzi, hogy van még mit átadnia, van még miben segíteni a környezetét, akkor ebben úgy gondolom, hogy nem csak a teendőket látja, hanem azt az örömet, azt a boldogságot is, amely egy ilyen munkával jár. A Magyar Nemzeti Tanács elnökével készült interjút teljes terjedelmében a híradó után a közügyekben láthatják. Új 59 férőhelyes diákotthon létesült Topolyán az egykori hotel felújítás alatt álló épületében. Jelenleg a szerkezeti megerősítő munkálatok zajlanak. A mezőgazdasági iskola melletti diákotthon tavaly kezdte meg működését, és idén már túljelentkezés volt. Az iskoláskor előtti intézmény bővítése is tervben van Topolyán. Topolya területén a Bambi iskoláskor előtti intézményben 756 gyermek jár, a város Zentai úti óvodájában 100 kisgyermekkel foglalkoznak egy éves kortól az iskola előkészítőig. Nagy a túljelentkezés az egésznapos bölcsődei ellátásra, ezért szeretnék bővíteni. Szeretném kiemelni a nyilászárók cserét, az közel 2,5 millió dinárba került, ez körülbelül 2 éve történt, került sor a nyilászárók cseréjére, valamint látható a játszótéren a szép játszótér elementek kibővítése, gyönyörű, korszerű játszótéri játékokat kaptunk. Námesztovszki Zsolt, a Magyar Összefogás jelöltje szerint elengedhetetlen az óvodai ellátás körülményeinek javítása. A Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából 6 hétvégés képzésen fejlesztették az óvodai személyzet digitális kompetenciáit. Egyrészt hatékonyabban dolgoznak, másrészt pedig vannak olyan kompetenciáik, amivel ők is gyakorlatilag valamiféleképpen ügyesebben, jobban tudnak működni. Úgyhogy az első dolog, de az eszközbeszerzéseket is látva, tehát akár játszósarok, akár játszótéri elemek, akár bármilyen IKT eszközök, én úgy gondolom, hogy ez mind nagyon fontos, hogy segítsük az iskoláskor előtti intézményeket. Topolyán tavaly októberben nyílt meg a diákotthon, amelybe idén már túljelentkezés volt. A diákotthon 102 középiskolás szállásol el, legtöbbjük a mezőgazdasági iskola tanulója. Több diák jelentkezett Bánátból, Bánát térségre, egy tanulónk van Magyarországról. A létszám is, ha megnézzük, a tavaly előtti 20-30 diákkal már több van, ami szerintem jövő években, tehát még nagyobb létszám fognak jelentkezni. A mezőgazdasági iskola és diákotthon társalapítója a Magyar Nemzeti Tanács. A diákotthon 100%-os kapacitással működik már az idei tanévben. Ez egy nagyon fontos projektünk volt a Topolya község számára, amit közösen a Magyar Nemzeti Tanáccsal és a tartományi adminisztrációval sikerült közösen megvalósítani. Azt gondolom, hogy teljes mértékben megerősítette a létjogosultságát ez a projektum. Az egykori hotel épületének szerkezeti megerősítésén dolgoznak jelenleg. A felújított objektum közigazgatási művelődési oktatási komplexum lesz, amelyben egy 59 férőhelyes diákotthont is kialakítanak a város központjában működő gimnázium és szakközépiskola tanulói számára. Fontos az, hogy olyan szakkollégiumi központokat hozzunk létre, ahol olyan középiskolák vannak, ahova szívesen jönnek a magyar gyermekek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar gyermekeket itthon tartsuk, és hogy a középiskolai tanulmányaikat itthon segítsük, és ezért fontos ez a projektum. A magyar kormány 330 millió dinárral, Topolya község pedig 65 millió dinárral támogatta a felújítást. Állami kitüntetéseket adott át Alekszandar Vučić köztársasági elnök Belgrádban két koszovszka-mitrovicai szerb rendőrségi vezetőnek, akik a rendszámtábla csere miatt kialakult válság következtében léptek ki a rendőrség kötelékéből. Koszovóban mintegy 600 szerb rendőr lépett ki a rendőrség kötelékéből. Polgármesterek, képviselőtestületek elnökei, önkormányzati képviselők, hivatalnokok és bírók is felfüggesztették a munkát. A védelem és biztonság területén végzett átlagon felüli példamutató és tisztességes kötelesség teljesítése miatt az érdemrend a védelemben és a biztonságban nevű kitüntetés legmagasabb fokozatával tüntette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök. Nenád Gyuričot, Koszovszka-Mitrovica északi részének volt rendőrségi parancsnokát, akit a rendszámtáblák cseréje miatt kialakult helyzetben a koszovói belügyminiszter előbb felfüggesztett, majd ő maga lépett ki a koszovói rendőrség kötelékéből.
Alekszandár Filipovicsnak pedig, aki szintén a Koszovszka-Mitrovica északi részét felügyelő rendőrség egyik vezetője volt, és úgy szintén kilépett, a Milos Obilić bátorsági érem aranyfokozatát nyújtotta át az államfő szerdán Belgrádban. Az érdemrendet olyan személyek kaphatják meg, akik tetteikkel személyes bátorságukat bizonyították. A kitüntetések átadásakor a köztársasági elnök kiemelte, a két rendőr senki ellen sem irányuló békés fellépése az olyan hétköznapi hősök közé emelte őket, akikről ritkán esik szó. Viste svoju državu poslušali, čak i onda kada se sa njenim odlukama niste slagali. Uradili ste ono što vam je srce želelo i najčasnije se poneli kada ste bili onemogućeni u vršenju svoje dužnosti. Jer i tada niste htjeli da kršite zakone. Vi, braćo, branili ste srpski narod, našu kulturu, ali makar to neki i ne razumeli danas, branili ste iskonske evropske vrednosti onakve kakve bi trebalo da budu. A koszovói hatóságok bejelentették, november 1-től előbb csak figyelmeztetik, majd büntetik azokat a koszovói szerb autósokat, akiknek nem Koszovóban kiállított rendszámtáblájuk van. Az autósok büntetését a szerb rendőrök elutasították, mert a pristinai vezetés szerbek elűzésére vonatkozó lépésének tartják. Tiltakozásul mintegy 600 szerb rendőr lépett ki a koszovói rendőrség kötelékéből, beadták lemondásukat a Koszovó északi részén található, többségében szerbek lakta községek polgármesterei, a képviselőtestületek elnökei, valamint az önkormányzati képviselők, illetve nem vesznek részt a kormány munkájában a szerb kisebbségi képviselők, és a szerb hivatalnokok és bírók is felfüggesztették a munkát. A szerbiai parlament képviselői tovább tárgyalják a költségvetés módosításának javaslatait. Az eddigi vitában az ellenzéki képviselők bírálták a költségvetési javaslatot, infláció gerjesztőnek minősítve azt. Színés a máli pénzügyminiszter elmondta, hogy 5 alapvető oka van annak, hogy miért javasolják az átütemezést. Az egyik ok, hogy az idei év első 10 hónapjában 180 milliárd dinárral több bevétel valósult meg a tervezetnél. A második pedig az energia árak emelkedése. Harmadik okként a 16 és 29 év közötti fiatalok 5000 dináros segélyezését említette, amit december 16-ától folyósítanak. A negyedik ok a nyugdíjak, amelyeknek a novembertől 9%-kal kell emelkedniük. Alekszandár Vučić államfő pedig azt ígérte, hogy januárban a nyugdíjakat további 12,1%-kal emelik, tette hozzá Máli. Árstoppos lesz a tojás és az étkezési burgonya Magyarországon. A döntést Gulyás Gergely magyar miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a mai kormányinfón. A friss tojás és a krumpli ára az üzletekben és bevásárlóközpontokban nem haladhatja meg a szeptember 30-án meghatározottat. Ez azt jelenti, hogy a tojás ára 25%-kal, a burgonyáé 10%-kal csökken majd. A piacokra mindez nem vonatkozik. Az árstopp az év végéig lesz érvényben. A burgonyát illetően az új krumpli és az édes burgonya valószínűleg nem tartozik a hatája alá. Az intézkedéssel a kormány az infláció megfékezéséhez szeretne hozzájárulni. Napokig, de akár hetekig is eltarthat, míg közlik a félidős amerikai választások végleges eredményeit. A verseny a képviselőház 435 helyéért, valamint a 100 tagú felsőház 35 szenátori székéért folyt. Egyes helyeken pedig kormányzókat is választottak. A 435 fős képviselőházban a többséghez 218 mandátumra van szükség. Az előzetes eredmények szerint a republikánusok eddig bizonyosan 201 helyet szereztek meg, még a demokratáknak 180 hely jutott. A felsőházban eddig 50-50 volt a republikánusok és a demokraták aránya, és a felsőházban elnöklő Kamala Harris alelnök szavazata döntött. A verseny szoros, most 48 hely tűnik már biztosnak a demokraták számára, és 47 a republikánusoknak. A többi eloszlása még nem kristálytiszta. A választás kimenetele azért is fontos, mert ez előrevetítheti, hogy milyen irányban halad majd az Egyesült Államok politikája a jövőben, például az ukrajnai háború támogatásával kapcsolatban is.
Az orosz csapatok a Kreml utasítására teljes visszavonulást hajtanak végre Herszonból. A várható nagyszabású ukrán hadművelet megállítására több kulcsfontosságú hidat is felrobbantottak. Az orosz hadsereg Szergej Sojgu védelmi minisztertől parancsot kapott, hogy vonuljon ki az ukrajnai Herszon városából, az egyetlen regionális fővárosból, amelyet a februárban kezdődött invázió óta elfoglaltak. Oroszország ukrajnai parancsnoka Szergej Szurovikin tábornok azt mondta, a város ellátását már nem lehet fenntartani. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata az idei évad első új előadásaként mutatta be a Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés vígjátékot. A szerb és a magyar női kézilabda válogatott is kikapott az Európa-bajnokság harmadik fordulójában. A híradó után ma is lesz közügyek, a műsor mai házigazdája Kozma Zoltán. Szia Zoli, milyen témákkal várjátok a nézőket? Jó estét kívánok, szia Gertrud! Átadták a VM4K új szárnyát Szabadkán, bemutatjuk a fejlesztést. Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács, Hajnal Jenőt, az MNT elnökét, az elmúlt 8 év eredményeiről kérdezzük, illetve folytatjuk a magyar összefogás jelöltjeinek bemutatását, ezúttal a médiáról beszélgetünk. Utána járunk annak, hogy milyen örökséget hagytak nagy fényre a székelyek, de megmutatjuk azt is, hogy készül az igazán ízletes burek, illetve a műsor végén focizunk is. Köszönjük szépen! A Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából alapjaiban tudott fejlődni és tovább építkezni a kulturális és művelődési életcsók a községben is. Ennek apropóján tett látogatást Fremond Árpád, a Magyar Összefogás lista vezetője a többi térségi jelölttel együtt Padén, Feketetón és Csókán. A pár száz lakos számláló Feketetón a helyi Csipe csapat művelődési egyesület dolgozik az aktív közösség élet megmaradásán. Különböző rendezvényeiket és műhely munkáikat immár saját székházukban tudják megvalósítani, felkarolva a maroknyi helyi magyarságot. Az egyesület 4 évvel ezelőtt jött létre, de előtte egy baráti társaságként indult több mint 7-8 évvel. Amikor megalakultunk, 7 személlyel alakult meg, azóta vagyunk 22-en, tehát gyarapodtunk, és elég gyorsan is haladunk ahhoz képest, hogy ilyen fiatal egyesület vagyunk. A magyar művelődési hagyományok iránt fogékony csapat további tervei között szerepel, hogy egybenyitott térrel bővítsék otthonukat. A bánáti közeg kulturális élete kincseket rejt, ezek megmaradását szavatolnunk kell, mondta Olá Ibolya, Magyar Összefogás jelöltje. A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség, mint eddig is, ezután is nagy segítséget fog nyújtani azoknak a szervezeteknek, ahol ilyen szépen működik a hagyományápolás, és mindenképpen meg kell tartani, hiszen a közös akarat, az összefogás, az nagyon létfontosságú. A Padéi Kolpinkház is jelentős beruházás által vált a falu egyik központi kulturális találkozó helyévé, ahogyan a Takács Rafael Magyar Kultúrkör székháza is. A Nemzeti Tanácsnak köszönhetően Padéra, meg legfőképpen a kultúrkörben rengeteg befektetés jött, ami nem csak az építkezésen látszódik, hanem magán a szakköröknek a kinézetén, azaz viseletek, hangszerek, csoportok bővítése. Én azt mondom, hogy büszke vagyok erre, meg az egész padi magyarság büszke lehet. A térségünket egyedivé tevő bánáti magyar kulturális és művelődési élet jövője is azon az összefogáson múlik, amelyet mi magyarok bizonyítani tudunk most vasárnap a Nemzeti Tanácsi Választás alkalmával. Szögezte le beszédében Fremond Árpád, a Magyar Összefogás lista vezetője. Egész Csóga községben is oda kell figyelnünk Padéra és Hódegyházára. Tiszaszent Miklóson volt egy óriási fejlesztés, egy nagy beruházás, a Piros Tulipán megkapta a székházát, és hát ugye Csókára is oda kell figyelni, valamint Egyházas Kére és Kanizsa Monostorra is. Egy olyan erős magyar közösség van itt Csóka községben, illetve, hogyha úgy tetszik, Bánátban, amelyre külön figyelmet kell fordítani jövőben is. A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházában tartott kerekasztal beszélgetés alkalmával az is kiderült, hogy mindenki érti és érzi a vasárnapi választás fontosságát.
A lakott területek fejlesztését szolgáló tértervezés fontos feltétele az építőipari, a közművek és egyéb gazdasági beruházások megvalósításának. A tervek kidolgozása azonban további költségekkel jár az önkormányzatok számára. A tartományi kormány ezeknek a költségeknek egy részét vállalta át vajdasági önkormányzatoktól. A lakott területek fejlesztési főtervének kidolgozására kapott támogatást Zsabja. Vladimir Csonkit, a község alpolgármestere szerint a tervdokumentációk elkészítése nélkülözhetetlen bármilyen projekt vagy beruházás megkezdése előtt. Prostorni dokumenti su nekako uvek onaj deo koji je, možemo se spremno, mora biti u određenom momentu zbog samih projekata, budemo uvek konkurentni i samim tim i sad ove dokumentacije je uvek plus za bilo kakve druge projekte. Nagybecskereken komoly fejlesztések valósultak meg az utóbbi években, különösen az ipari zónában, emelte ki Szimó Szalapura. Nagybecskerek polgármestere hozzátette, nagyon sok új lakás épül, külföldi beruházók érkeznek, és hamarosan az autópálya építése is elkezdődik. Folyamatban van a város általános főtervének kidolgozása. A grad Zrenjanin po ovom konkursu dobio ukupno 3 miliona dinara, dakle i ova sredstva će isključivo biti iskorišćena dakle za razvojne planove koji se tiču samog dela generalnog urbanističkog plana i konkretno i sva sredstva će biti usmerena dakle za niz radnji koji treba i koje prethode izradi ovog strateškog dokumenta. A lakott területek fejlesztését szolgáló tértervezés fontos feltétele az építőipari, a közművek, a mezőgazdasági, az ipari, az idegenforgalmi és egyéb gazdasági beruházások megvalósításának, mondta Nemanja Erceg, tartományi település rendezési és környezetvédelmi titkár. Mi smo ove godine opredelili 30 miliona sredstava. To je znači projekat koji se odnosi na sufinansiranje izrade planske dokumentacije, tako da ono što smo isto takođe pratili, učešće jedinice lokalne samouprave, znači opredeljena sredstva u samom budžetu kao jedan od uslova za, da kažem, ispunjenje određenih konkursnih zahteva, a to jeste znači da jedinica lokalne samouprave opredeli svoje sredstva. Erceg hozzátette, szinte mindegyik pályázó önkormányzat elnyerte a támogatást, aminek maximális összege 3 millió dinárt tesz ki. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata az idei évad első új előadásaként mutatta be a Nem élhetek muzsika szó nélkül zenés vígjátékot két részben. Sokan ismerik Móricz Zsigmond egyik legjelentősebb regényét és a dalt is, de az előadás azt is megmutatja, hogy mulat egy magyar úr. Móricz Zsigmond Gentry világot idéző darabjában Balázs a nyírségi birtokos nem veti meg a három napig tartó mulatságot, szereti a vidámságot és a cigányzenét, felesége Póli számára azonban sáskajárás minden mulatság, innen a bonyodalom. Körmeci Petronella társulatigazgató, aki maga is játszik az előadásban, így utólag még jobb választásnak tartotta, hogy műsorra tűzte a darabot. Történt egy véletlen beszélgetés László Sándorral, aki úgy futtában megemlítette ezt a darabot, és én azonnal lecsaptam rá. Ugyan magam nem láttam a 42 évvel ezelőtti bemutatót, de a hírét hallottam. Mi több szerintem még ma is elég híres az az előadás. Ma már ritkaság, hogy színpadon is láthat a közönség zenészeket, egész társulatos koreográfiákat. Dedovic Tomi Dina, aki Pólikát játszotta, azt mondta, a korabeli ruhák is segítették őt, hogy ne 21. századiasan játszon. Hú, ezek a ruhák nagyon komplikáltak is, elég nehezek is, és nagyon sok rétegük van, és nagyon szépek, mellesleg. És nagyon sok mindenről árulkodnak, felfedezhetőek benne bizonyos minták, motívumok alapján, hogy kik tartoznak össze, kinek a személyisége, hogy bújik meg benne, nagyon jó ki vannak találva.
Király Gábor rendszeresen követi a társulat előadásait, Kiskunhalasról érkezett. Nem is tudom, hogy mikor láttam ilyen jó darabot. Nálam nem az a fontos, hogy hatalmas, hogy mondani való legyen a darabnak, hanem hogy nagyon jól játszanak, és itt zseniálisan volt összerakva a tánc, a zene, a szerepek, a színészek nagyon jól játszottak. És tényleg az, hogy egy nagy létszámú darab volt, nem 2-3-4 személyes, az különösen nagyon tetszett. Móricz Zsigmond Léha világot idéző könnyed komédiáját László Sándor rendezte. Harmadik csoportmeccsén is kikapott a szerb női kézilabda válogatott, így pont nélkül búcsúzik a kontinens viadal további küzdelmeitől. A szerbek előbb Dániától és Svédországtól kaptak ki, tegnap este pedig a házigazda Szlovénia ellen szenvedtek 27-24-es vereséget. A csoport utolsó fordulója a magyaroknak sem sikerült jól, ugyanis 10 góllal 32-22-re kaptak ki a címvédő Norvégiától. A vereség ellenére azonban a magyar lányok ott lesznek az Európa-bajnokság közép döntőjében. A magyarok legközelebb csütörtökön lépnek pályára Dánia ellen. És eddig tartott a híradó, nézzük meg, voltak kiemelt témáink. Átadták a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ új szárnyát. Igazgatói kinevezésekről, pénzügyi tervekről, valamint iskolaszéki tagcserékről döntött a Magyar Nemzeti Tanács 35. rendesülésén. Állami kitüntetéseket adott át Alekszandar Vučić szerb elnök két koszovszka-mitrovicai szerb rendőrségi vezetőnek. Napokig, de akár hetekig is eltarthat, míg közlik a félidős amerikai választások végleges eredményét. Köszönjük figyelmüket, nézzék továbbra is a Pannon Televíziót, ugyanis rövidesen kezdődik a közügyek, híradóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk, szép estét, viszontlátásra!